Kitűnően kezdett az Alkoa FKC a női kézilabda bajnokság első fordulójának kiskunhalasi mérkőzésén. Mihály Attila tanítványai gyorsan vezetést szereztek, melyet folyamatosan tartani is tudtak a sokat hibázó hazai csapattal szemben. A 15. percben 10 hétre, a 20. ban 12-11-re vezetett az Alkoa, ezt követően azonban jött egy hullámvölgy, melyet ki is használtak a hazaiak, akik megfordították az állást. A szünetre már a kiskunhalas vonulhatott 16-14-es vezetéssel, ez a különbség pedig sokáig bebetonozta magát. A 40. minút ban is még kettővel vezettek a hazaiak, ezt követően azonban szépen lassan felzárkózott az Alkoa, mely az 50. perc előtt visszavette a vezetést. A hajrában mindkét csapatnál akadtak hibák, az Alkoa azonban figyelt arra, hogy ne hagyja kiengedni kezéből a vezetést. A hajrában a kiskunhalas két büntetőt is elrontott, így esélyesen volt a fordításra. Az Alkoa FKC ennek köszönhetően 28-27-re nyert. A fehérváriaktól Niksic 6, Marusec és Triscsuk 5-5, Horvát 4 alkalommal volt eredményes. Érdekesség, hogy az Alkoa FKC már heted szezonját kezdte győzelemmel, remélhetőleg a folytatás is hasonlóan jól alakul majd Mihály Attila tanítványainak. Az Alko FKC következő bajnokiát pénteken 18 órakor vívja, ekkor a hazai idénynyitó keretében a Veszprém Barabás KC látogat Székesfehérvárra.